Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Deák térből, ez most már megint egy ilyen rögtönző dolog lesz. Hát most az M2 a metrópótó járatát az SST trolikkal adják ki. Elég érdekes megoldás, hogy önjáró üzemben aksiról, hogy egyrészt van ennyi felesleges trolli, ami nem hiányzik máshonnan, másrészt meg hol fogják tölteni, mert nézzétek meg itt. Itt nincsen felső vezetés, sehol, még a maximum akkor Kossuth téren van, de ott csak addig áll, ameddig utassere történik, tehát ott sem fog sokáig állni, viszont jelenleg nincs bent egy metrófótó se, de egyet megvárok egy rollit, ami jön, és akkor arról csinálunk videót. Előbb-utóbb majd csak megérkezik. Ott az M3-as fotók egyébként ott mennek a háttérben. Na ezt nézzétek, szombat reggeli, az azért van egy kis dugó. És ott mennek a metrófótók is. Ott meg a 100-e, reptéri busz. Hát a metrófótót nem látom sehol. Na, valószínűleg itt oda szolgatod is. Megérkezett közben, csak beszorult a dugóba. De ezzel fogunk menni. Látjátok, SST leengedett sávval. Emlékezzek, akár 10 km-t is el tudnak menni állam nélkül, de valahol akkor is előbb-utóbb töltenie kell az apsit. Nem tudom, hány kört tud így menni metrófótóként. Néhány perc alatt, ameddig ott van a végállomáson, nem fogja az aksit feltölteni. És közben megérkezett a másik metrópótló. Egyébként érdekes, most én megtudtam, ez úgy van megoldva, hogy itt megérkezik Kossuth térre. Így ahogy látjátok, most is mindjárt fölmegy a csáp. És innen átszerel egy másik járatra. Legalábbis az előző az úgy csinálta, hogy az, mint a videóban is mutattam, az átment 70-esre is. Onnan ez pedig szerintem a 70-esről jött, és most fog beállni metrót pótolni. Most leengedi a csápot. És megy metrópótlóba. Tehát tesz egy kört mindig a 70-esen, addig feltölti az aksit, aztán meg megy egy kört a metrópótló. Na szóval, sziasztok, közben akkor kiderítettem, hogy ez úgy működik, hogy a 70-esről meg a 78-asról, amik egyébként is erre járnak, szerelnek át egy-egy kanyarra a metrópótlónak, és mindig most így hétvégén két trollival kiadják a metrópótlót, mindig két Solaris van kint a vonalon. Az egyik most indult a Deák térre, kb. 5 perc múlva itt lesz, azt még megvárom. És egyébként valószínűleg ahogy az ide befut, és ugye az utasok leszállnak, átszerel valamelyik vagy 78-ra, vagy 70-re, és felengedett csáppal tovább megy, és ameddig tesz egy kört a eredeti vonalán, addig fel is töltődik az aksia. Egyébként most futott be egy 78-as, és ez is érdekes módon leengedett csáppal jön. Tehát lehet, hogy ez is át fog szerelni mindjárt metrópótlásra. Na ezt megvárjuk. Jöjjtek. Benn van a 78-as. Ó, neked is pont ide kell parkolnod. Tudtál volna kicsit később jönni? Nem mindegy. Akkor ez nem fog átszerelni metrópótlásra.
És már is átszerelt 70-esre ez is. Ez a videó az ennyi lett volna, hát láttatok szerintem mindent. És már újabb információ, hogy csak a 70-esről jönnek le. Tehát mindig, amikor megtesz egy költ, mint metrófoltó, akkor visszaáll a 70-esbe forgalmiként, és akkor így cserélgetik egymást, kettőt mindig levesznek a 70-esről, és az megy. Hát, és egyszerre kettő szokott kint lenni a vonalon, és annyi elég is. Viszont nem csak ezen a hétvégén, hanem most még két hétvégén fogják tesztelni. Magát ezt a rendszert, és ha beválik, akkor marad. Tehát még ki tudja, hogy meddig tart még egyáltalán ez a metrópótlás, ameddig ugye a Kossuth téren nem áll meg a metró. Meddig, hát akkor mégis a következő metrópótlóval vissza is mehetek a Deák térre. Úgyhogy majd az lesz akkor a következő. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, hát tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, kommenteket is lehet írogatni. Hát a többit már se kell mondani, úgyhogy csüssz, sziasztok!